Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, novemberi visszavonulásunk Dharma beszéden, és érdekeset hallottunk, ugye? Az én szempontjából még nagyon kevés Dharma beszéd hangzott el, hiszen hiába minden az énről szól, megpróbáljuk ezt meghaladni, és nagyon sokszor nem is említjük. És a bevezető során az a kérdés merült fel bennem, hogy ha van valami, ami figyeli a kis huncotot, ugye, az énségünket, azt a pindulit, akkor az valójában micsoda? Tehát mi az, ami figyel mit? És ez a tudatosságnak egy óriási gyakorlata, hogy ne egy lehasadt személyiség figyeljen egy másik hasadt személyiséget, hanem lehetőleg ezt a figyelőt tisztítsuk le nagyon tisztára, és aztán, hogy ez mit figyel, az egy ideig mindegy. És ezért fontos az ítéletmentes magatartás, mert az ítéletalkotással habarodnánk nagyon gyorsan bele a karmánkba, és hihetetlen gyorsan össze is tévesztenénk magunkat vele. Úgyhogy érdekes, hogy az emberiség az elmúlt pár ezer, pár tízezer év alatt nagyon sok mindent elért, kívül, de hogy valójában mit értünk el belül, az egy nagyon jó kérdés. Legjobb esetben is helyben járunk, vagy körben járunk. Legjobb esetben is csak apró haladást érhettünk el, hogy a szeretet nevében a szeretetteli cselekedetek valósuljanak meg, és ne valami egyéb. És az a legnagyobb kérdés, hogy amikor ennyien vagyunk ezen a földön, ennyi énképzet adódik össze, akkor milyen minőségű tudat az, amelyik mindezt látja, és ha kell, módosítja. Ha ez a minőség kielégítő, akkor meg tudjuk haladni önmagunkat. Ha pedig nem kielégítő, akkor egymást fogjuk belehúzni a pokol kénköves mocsarába, és teremtünk egymásnak olyan szenvedéseket, amelyek nem szükségesek, amelyek nincsenek megírva sehol, amely senkinek sem a sorsa, csak akkor, hogyha egymásnak ezt megteremtjük. Úgyhogy az igazi kérdés az, hogy az én képzetünk mennyire tiszta. Tehát mennyire látjuk tisztán önmagunkat, mint igazi önvalónkat, vagy pedig összetévesztjük magunkat a harag, a kapzsiság és a téves nézetek garmadájával. Tehát mennyire tiszta az irányvétel. Ez azon múlik, hogy mennyire tiszta az önkép, mert ekkor tiszta a világkép is. Úgyhogy ne járjunk úgy, mint a kancsa a mesterlövész, hogy ott a cél, de mégis ott a cél, most melyik szememnek higgyek, ugye? Tehát van esetleg kérdése bárkinek itt az énség, az éntelenség, vagy a tisztán látót illetően? Igazából ez így nagyon vicces, mert nekem pont az lett volna az első kérdésem, hogy itt mondd el, hogy mi az ego. Én mondjam el? Igen. Miért van rám szüksége ehhez? Mert én most bután fog hangzani, de mindig nem vagyok tisztában azzal, hogy mi ellen is küzdök. De miért kell küzdeni, Moncsi? Nem azt mondja. Ki mondta azt, hogy küzdjél? Törekedni, ez egy más dolog. Önmagaddal küzdeni ilyen szinten, az pontosan olyan, mint egy régi cirkuszi produkció, hirtelen berohan a porondra két törpe. Egy piros törpe, meg egy kék törpe. És ezek így össze vannak kapaszkodva egy válban, egy fejben, így teljesen egymásnak dülekszenek, és így tolakszanak, ide szorítják egymást, oda szorítják egymást, és soha nem tudnak megszabadulni egymástól, és soha se tudja legyűrni az egyiket. Egyik megy jobbra, a másik feltaszítja, a másik ugyanúgy fes. Egyszerűen lehetetlennek tűnik, hogy itt bármiféle győzelem, vagy veresség, vagy tartós állapot álljon be. És amikor már szétnevettük magunkat a közönségben, akkor egyszer csak a porond közepén megáll a két törpe, és a hídból felegyenesedik az artista. És leveszi a piros kalapot, és a lábáról a kék cipőt. Jó? Tehát
nem kell lemenni hídba és a két törpévé átminősülni és önmagaddal harcolni ilyen szinten. Mi lenne, hogyha egy picit távolabb kerülnél ettől a dualista világtól, belül legalábbis, és egyfajta tiszta tudati teret engednél megvalósulni? És akkor jobban látnál. Tehát nem egyik félnek kell küzdeni a másikkal, nem a jó és a rossz harcát vívjuk itt. Ezért sokkal egyértelműbb ez a zen, mint az, hogy megmondjuk, hogy mi a tuti, azt nagyon be is tartatjuk, és le is verjük mindenkinek, aki ezt nem ohatja. Jó? Tehát nem ez az út. Az út az, hogy állj meg, és láss. Ez kor a kan hua son. Tehát a megálláson, a tudat megállásán, a percepción, a belátáson alapuló út. És akkor kijelölhetsz ennek az egésznek egy új irányt. És akkor arra mész. Ezért mondjuk azt, hogy ébredj föl és segíts minden lényen, mert ez lehetséges. De az, hogy ítéletalkotás alapján, a dualisztikus magatartás erősítése alapján egy egységes, háborítatlan tudatot érjünk el, na az nem lehetséges. Csak szabdaljuk magunkat nullára, egyre, még több nullára, még több egyre. Ennek semmi értelme. Jó? Tehát ne küzdj, hanem törekedj. És a törekvés az pontosan egy iránynak a tartása, egy tudati magatartás megszilárdítása, a látás megszokása. Mi az ego? Kérdezd meg, mi vagyok? És megjelenik a film. Na az. Az. Sorozatban. Évadszámra, életszámra. Az. És azért csak nézzük, mert a látás már a megszabadulás része. Nem az egésze, csak a része. Nagyon fontos, alapvető része. Mert ekkor tudod a szokást megváltoztatni, ha megláttad. Ha nem láttad meg, akkor nem. Tehát nyugodtan, szépen törekedj, nem kell küzdeni különösebben. Csak akkor állj meg, hogyha azt látod, hogy nem arra mész, amerre szeretnél. Mondjuk én megyek egy útra, ami mások szerint rossz. Szerinted nem? Szerintem meg jó. Valójában merre vezet az az út? Nagyon különböző módon látjátok? Te és a többi ember? Nagyon különböző módon. Hát hogy lehetséges az, hogy az ok és okozat működését ennyire különböző módon látjuk mi emberek? Na, ezen kellene egy picikét szemlélődni, hogy valójában mi az ok és okozati viszony azon az úton, amit követsz, és nem azon, hogy én vagy más jónak gondolja-e vagy sem. Valójában mi történik akkor, amikor követem azt az utat? És nem az, hogy én mit gondolok róla. A valós eredmény micsoda. És annak az ismeretében lehet felnőtt módon tovább menni. Jó? Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a megkülönböztetést és az ítélkezést. Nagyon jól. Milyen színű az ég? Kék. Milyen színű ez a padló? Barna. Megkülönböztettük? Igen, de ez egy nagyon egyszerű eset. Ítélkeztünk közben? Nem. Na, hát akkor ezt a fajta gondolkodásmódot vagy látásmódot érdemes követni. Tudjuk, hogy ez hol válik nagyon kényessé, az ember esetében. Az emberben meglátni azt, hogy pontosan milyen, és nem ráakasztani, hogy jó vagy rossz. Ez egy óriási gyakorlat. Hát mi volt a Delfói Jósdába kirakva? Az, hogy ismerd meg önmagad. Tehát az egyetlen egy útja ennek az, hogy megismerem önmagam. Tehát, hogyha nem ismertem meg kellőképp önmagam, akkor alkotok ítéletet, rakásra, garma, de naponta több tucatot. Jó? Igen, azt akartam én is mondani, hogy hát még magunkat sem ismerjük, így hát, hogy magunkat sem tudjuk jól, és akkor másokat meg még kevésbé, tehát ezért nehéz nekem a dolog.
Hát nem csak neked, lelkem, tehát ez hidd, de nem vagy ezzel egyedül. Tehát amennyiben megismerjük önmagunkat, a magunk teljességében, annyiban tudunk ítéletmentessé válni. Ez egy nagyon kemény összefüggés. Tehát azok, akik kőkemény ítéletekkel, sőt abszolút értékű jóval és rosszal bírnak idebent, azok nagyon-nagyon kevéssé ismerték meg önmagukat, tehát a másik embert, tehát a világot. Egyenes összefüggés van a kettő közt. Más kérdés? Én a szeretettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Sokfelől sokat hallani arról, hogy ez a legfontosabb dolog, vagy az egyik legfontosabb, de mindenképpen dobogós. És ez valahogy, ha kifele kell irányítani, akkor az embernek valamennyire talán megvannak hozzá a vélt vagy valós eszközei, de mi a helyzet az önszeretettel? Tehát én nekem úgy érzem, hogy ebben van némi hiátusom, és hogy sokszor úgy érzem, hogy egyrészt nem is tudom, hogy mit kéne, vagy kit kéne, ha meg talán igen, akkor meg nem, hogy hogyan, tehát hogy milyen eszközei lehetnek ennek. Röviden, engedjük, hogy a magunk szeretete mások szeretetén keresztül valósuljon meg. Különben nagyon hamar érzelmi rövidzárlatot hozunk létre magunk és a szívecskénk között. Ez nem jó. Nem előnyös. Tehát egy narcisztikus viselkedéshez vezethet. Elég, ha elfogadjuk önmagunkat, az már bőven elég. Nem kell külön szeretni a saját tulajdonságainkat, de a nem szeretésnek sincsen különösebb értelme. A meditációban pont azt gyakoroljuk, hogy amit látunk, azt lássuk. És fogadjuk el alapszinten, hogy azt megláttuk. És ebből lehet aztán indítani. Ami a szeretet érzését illeti, az jobb, hogyha így körbe megy az univerzumban. Kiskör, nagykör, teljesen mindegy. De érjen vissza hozzánk ez egy másik embertől, vagy más emberektől, és akkor autentikus. Az út állomásairól szeretnék kérdezni, hogy amikor egy kezdő mondjuk bejön meditálni, vagy elkezd meditálni, és a kezdetektől a megvilágosodásig általában ilyen, hát nem is tudom, állomások, szakaszok vannak, és ezeket a szakaszokat, vagy állomásokat mondjuk a meditáció alatt az ember hogy tapasztalja, illetve ennek milyen kihatása van a mindennapi életre, meg hogy milyen kutatók vannak ezeket. Hány állomást szeretnél? Hát hogy így általánosságban, hogy az emberek mivel szoktak küzdködni, vagy megküzdeni, vagy tovább nem gondolni. Egy konkrét kérdést tettél föl, így van? Hát akkor csak konkrét választ tudok adni. Hány állomást szeretnél? Elvira.hu. Na, ott van 10 állomás, azt megnézegeted, menetrend, és akkor oké. A zenben ez az állomás. Indulási oldal, érkezési oldal egyszerre. Eredetileg nincs út, nincs állomás, nincs haladás se. De a tudat mozog, mert megszületett, azt meghal, legalábbis így tudja magáról. Ezért kellenek az állomások. Ennek nagyon sok szemléltető eszköze van. Az egyik a zenkör. Amikor az ember még tényleg nem indult el, az a nulla fok. Ekkor mindig a másikat hibáztatja azért, mert baj van. És ő jól működik, de a világ nagyon rosszul működik. Amikor rájön, hogy inkább kérdezni kellene, és nem véleményezni, akkor elkezd tanulni. Akkor indul el az első fok, második, harmadik, stb. És amikor az intellektuális vagy fogalmi úton megismerhető tanulásnak úgy a végére ért, az a 90 fok, mert rájön, hogy akármennyit olvas, akármennyi ismeretet szerez, az még mindig egy relatíve kétdimenziós létben tartja.
És amikor rájön, hogy tapasztalni kell, és a térkép után a tájat megismerni, akkor a 90 fokon túl lendül. A legtisztább tapasztalásig elér, a 180 fokig, tehát idáig, amikor nincs név, nincs forma, nincs kezdet, nincs vég, nincs én, nincs világ. Ami nem fogható szóba, nem önthető formába, de mégis tapasztalható. És ezt aztán elkezdi szépen beforgatni a munkába, ezt a fajta tapasztalatot arra használja, hogy a karmájától szépen, fokozatosan megszabaduljon. És ekkor ér el a tökéletes szabadság állapotába, 270 fokra, amikor minden lehetséges, de valójában semmit sem tud csinálni. És azért nem, mert ott a szabadsághoz ragaszkodik. Ha ragaszkodsz a szabadsághoz, akkor semmit nem tudsz csinálni, mert a kötöttség állapotában nem tudtad elengedni a tudattárgyait, a szabadság rögzült állapotában pedig nem tudod megfogni. Nem tudod megfogni. Nincsenek kapcsolatok, nincsenek kötések, így nincs semmi az életben, amit valójában tenni tudnál. És akkor erre rájön az ember, akkor kiderül, hogy ezt a szabadságot már nem önmagáért használja fel, hanem másokért. És ekkor a 271-től indul a Bodhisattva út, és a 360-nál ér oda-vissza, ahonnan látszólag elindult egy teljesen normális hétköznapi létbe, de úgy, hogy már befejezte a kört. És 360. foknál a kör is eltűnik, és az út is eltűnik, mert végigjárta. Ez egy intellektuális kapaszkodó csak. Önmagában nem létezik. Tehát ahány állomást létrehozol, annyi lesz. Jó? A pszichológiai irányzatok és a filozófiai irányzatok egyetértenek abban, hogy van az önvaló, és vannak a tulajdonságok. Akár magamat vizsgálom, vagy elnézést másokat, honnan tudom, hogy az önvalómat vizsgálom, vagy a beszélgetés során az övét, vagy a tulajdonságát. És hogyan kell a kettőt kezelni? Akkor mi a baj? Az olyan tudok különbséget tenni az önvaló és a tulajdonság között. Mert van egy önvaló, és egy kapott tulajdonság. Újra fogalmazom. Tehát akkor valójában mi a kérdésed? Hát te szelőt feltette. Akkor most sem értem. Azt arra használtad, hogy értésemre adj valamit, amit nem mondasz ki. Tehát valójában most mi a kérdésed? Az önvaló. Nem. Nem. Ez benned most egy intellektuális maszk, amit fölvettél. E mögött van a valódi kérdés, amit jobb, hogyha fölteszem, mert megy az idő. Hát már fölteszem, hogy lehet, hogy... Nem. Akkor mi a különbség? Nem. Nagyon jó. Tehát választottál önmagadnak erre a kérdésre. Ebben a nem tudó vagy nem értem kezdetű tudatban érdemes megmaradni, eltenni az útból a filozófiai irányzatokat, eltenni az útból a pszichológiát, és megkérdezni magadat, hogy Imi, miért ilyen, amilyen? Miért ilyen tulajdonságai vannak? Hogy ezek a tulajdonságok azonosak-e az ő önvalójával, vagy sem? Oké? Tehát nem kimegyünk a nagy általános hipertérbe, és próbálunk intellektuálisan fogalmazni, nem megy. Nem csak neked, más embereknek sem egy. Nem csak a király mesztelen, hanem a tudat is pőre. És nagyon jól látszik, hogy honnan jön a kérdés. És az ez a válasz, amit most kapsz, semmi másban nem segít, csak abban, hogy őszintébb legyél önmagadhoz. Oké? Gyakran nem tudok különbséget tenni a között, hogy mi az, amit elfolytok. Tehát, hogy is fogalmazom, tehát amikor megy a mozi belül, és jönnek különböző gondolatok. És akkor ugye hirtelen eszmélet is, akkor néha úgy érzem, amikor felteszem a kérdést, hogy mi vagyok én, akkor ez már maga egy elfogtás. Tehát itt így nekem van ilyenkor belül egy ilyen... tehát egy ilyen érzelmi...
nyomás, és nem tudom, milyen kvárdot, hogy elnyomtam ezt a folyamatot, és csak elsőtettem mögé a kérdést, mögé bújtam, hogy visszatértem a valójában a jelenlétbe. Mi a különbség az atomerőmű és az atombomba között? Hát nyilván a célja. Az egyiket pusztításra használják, másikat meg energiaszolgálatra. Az emberi tudatnak is a fegyelmezett és fegyelmezetlen működése az nagyon hasonló. A fegyelem még önmagában nem elfojtás. A meditációs gyakorlat az a tudat látását segíti, és nem miszlékbe szabdalja, főleg nem a tudattalamba lefolytott tartalmakat szaporítja. Ez biztos. Az, hogyha te azt érzed, hogy ez keretek közé szorít, az lehet, hogy nem baj. Mert nem tudsz annyira érzelmileg szétcsúszni, vagy gondolatilag röpködni. Magyarul egybetart. És ez lehet, hogy szokatlan. De ezt az egyben létet, ezt a jelenlétet, ezt meg lehet szokni, és egy idő után ezek a tartalmak már úgy rajzolódnak ki előtted, hogy nem szednek szét. Hogy a jelenlétedet nem károsítják. Mert a tudatod tere megnőtt és letisztult, pontosan azért, mert nem engedted a tartalmakat szétvinni. Nem engedted azt, hogy a tartalmak a jelenlétedet széthordják a múltba, a jelenbe és a jövőbe. Gyémánc útra. A múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ugyanez, tehát a fölülre, alulra, oldalra és szétmenő tudat nem tudja elérni a felébredést, mert egyszerűen darabokra hullott. És ez nem különleges. Az emberek többsége egy darabokra hullott állapotban él, és csak az érzékszervi hatások vagy a kényszerek tartják őket egybe. És bejönnek egy ilyen terembe, ahol csend van, egy nagyjából ingerszegény környezet, egy külsőleg fegyelmezett, de belsőleg hatalmas szabadságot adó forma, és megdöbbennek, mert olyan érzésük, mintha a kuktáról így levették volna a fedelet. És így az arcukba csak a gőz meg a bableves így egyszerre. És ez a tapasztalat, ez normális. Teljesen normális. És egy idő után megtanulja az ember letekerni a gázlángot a kukta alatt, és ezzel gyakorolni. És nem azzal, hogy kétségbe esetten a 300-400 fokon izzó tűz fölött próbálja a kukta fedelét visszatoloncolni rá, hiszen a bableves az ott így jön ki a szélén, és tépi szét a gumit. Mert ekkor próbálj meg jó gyerekek lenni, az meg úgy sem megy. Rossz se próbáljál meg lenni, az még rosszabb. Jó? Tehát teljesen normális az, hogy a tudatban jelenségek szabadulnak el, hogy másképp érzed magad, de ez a látás, ez megtisztít. És ebben lehet igazából bízni, és nem abban, hogy én mondjuk jobb ember leszek holnapra, mert ilyen gyorsan nem lehet. Tehát ez így. Jó? Ezzel kapcsolatban még egy kérdés, tehát ilyenkor például a testérzetként mondjuk megjelenő fáradtság, tompultság, ez egyfajta menekülés ezzel a... Mert ugye akkor így az ember így... Ha hagyod, akkor azzá válhat. De azt, hogy önmagában fáradt vagy, vagy tompultnak érzed magad, egy csomó minden miatt lehet. De ha hagyod, akkor tudatosan belesüppedsz ebbe. És az már menekülés. Oké? Okay? Kérdésem úgy kezdődne, hogy mondjuk, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt mondhatom azt, hogy így elkezdtem kereséssel foglalkozni, és akkor úgy gondoltam, hogy ide nekem a megvilágosodást rögtön. Így körülbelül mostanra eljutottam addig, hogy elég lenne normálisnak lenni. És ez mondjuk konkrétan az én számomra most azt jelentem, hogy a szó fedje a gondolatot, és a tett pedig a szót. De úgy tűnik, hogy ez is nagyon nehéz. Hogy tudnál esetleg valamit mondani, hogy ebben hogy lehetne elindulni, vagy haladni? Egyrészt fantasztikus, jót kérdeztél. Másrészt pedig persze, hogy lehet, de a módszer nem különbözik az egyéb kérdésekre adott választól. Tehát a belső látás és a tiszta tudati tér az, amelyben nem csak a tetteket és a szavakat, hanem az érzéseket és a gondolatokat is azonos platformra tudjuk hozni, hogy legalább párhuzamos utakat kövessenek és egyfele mutassanak, még ha nagyon sokszor nem is hajszál pontosan egyeznek. Tehát a személyiség integritását ugye tetted most ide,
a térbe, és szóltál róla, és ez nagyon fontos, ez annyira fontos, hogy naponta mi háromszor idézzük fel azokat a bodhiszatvákat, akik megszemélyesítik ezen személyiség területeket. Hát reggel, délbe, este, akkor elénekeljük a tisztelet a buddháknak adott verzióját, akkor beszélünk Van Szembószáról, ő az érzés és érzelem felelős, Munszubószáról, aki a bölcsesség per gondolat felelős, Dehengbolyombószáról, aki a tett per akció felelős, és Dzsidzsangbószáról, aki a beszéd, a fogadalmak, az eskütételeknek a felelőse. Tehát ezt a Mahajánában már nagyon régóta fölismerték, hogy a tudatnak ez a négy területe, a személyiségnek ez a négy alkotója, ha nem tartanak egyben, és egy bizonyos küszöbnél nagyobb különbség áll fent közöttük, akkor szétesünk darabokra. És nem csak, hogy hazugságban élünk, hanem nem élünk, hanem valami robotszerűen mozgunk. És mindez az öncsalással kezdődik. Tehát ha módszertant keresünk a meditáción túlmenően, hogy hogyan ne legyünk saját magunk áldozatai, akkor a legelső dolog az, hogy ne hazudjunk önmagunknak. És ez nagyon korrelál azzal, hogy igen, elég lenne csak normálisnak lenni. Nem kell ilyen nagy megvilágosodás, meg megváltás, meg mennyország, meg ilyenek. De elég lenne csak normálisnak lenni, de könyörgöm, mi a normális? A fogalom van olyan nehéz, mint a megvilágosodás. Segédeszköznek még csak annyit, hogy az ok és okozat az mind a négy terület esetében ugyanúgy működik. Hát ha meglátod, hogy a szavaid mit okoznak, a tetteid mit okoznak, a gondolataid, az érzelmeid mit okoznak, akkor látod azt, hogy milyen irányba mennek ezek, és milyen eredménnyel bírnak. És ezt nagyon-nagyon szépen végig lehet követni, és felteszed magadnak a kérdés, hogy ez kell, így szeretném, vagy esetleg másképp. És akkor a meditációnak van egy olyan előnye, hogy előre tudod látni az okozatot. 1, 2, 3, x lépés, attól függ, hogy milyen nagy a tudattere, és mennyire tiszta, mennyire tud tükrözni. És akkor irányt szabhatsz, akkor dönthetsz. De ha ez a tisztaság és téresség nincs meg, akkor a tudat tele van a saját szemetével, és pusztán a kényszereknek és az érzékszervi hatásoknak a rabja. És akkor nemhogy nem tud dönteni, hanem mindig helyette döntenek már. És ez a lefokozott élet. És ezt mikor mondtad, hogy bejövünk akár ide, és én is ezt érzem, hogy össze-vissza érzések, mindenféle szennyessel vagyunk tele, és ebbe, hát ebbe kéne mindent csinálni. Nézd, ez a szennyes, ez nem olyas valami, ami elvetendő. A komposzt, meg a trágya is, akármennyire büdös, nagyon fontos eleme a kertgazdálkodásnak. Tehát mi ezt visszaforgatjuk a földbe azért, hogy új termés legyen belőle. Tehát a tudatnak a szennyesét is tessék szíves visszaforgatni azért, hogy egy új személyiség legyen belőle. Csak ez le kell tudni ezt bontani. És amikor azt mondjuk, hogy a forma üresség és az üresség forma, ez nem egy múzeális mondat 2500 évvel ezelőttről. Ez azt jelenti, hogy bármilyen karmát visszabonthatsz energiává, és bármilyen karmát megteremthetsz ebből az eredeti tudatból, vagy energiából és információból. Tehát akkor lényegében éberséggel figyelnem kell folyamatosan ezeket. Így van. De lazán. Oké. Okay. Egyéb kérdés? Hogyha mi magunk egy kicsit már letisztultabbak vagyunk, és valaki tanácsot kér, és látom, hogy az életét azt tartja össze, hogy különféle reinkarnációs utaztatások alkalmával szedi össze azokat a okokozatokat, amivel a jelen életének a kapcsolatait megmagyarázza. Ilyenkor mi a helyes cselekedet? Hallgatok, meghallgatom, amit mondott, vagy pedig elmondom hozzá, ami a Gyémánc utcában is van, hogy ez nem igazán az az erős kapocs, ami téged a jelenben tart. Valójában ez az ember, akiről beszélsz, segítségre szorul? Szerintem igen. És ő szerinte? Ő szerinte nem. Akkor hagyd békén.
Ennyi. Ha majd segítségre szorul, mert kér, akkor majd bemegy az, amit mondasz. Előtte nem. Tehát ne akard meggyőzni, ne akard megváltoztatni. Majd az útja, a szenvedése, a boldogsága, majd az. És hogyha téged választ, akkor majd te válaszolsz neki. Addig hagyd. És mennyire valós ez a jelen magyarázat? Mert ismerek olyan házaspárt, akik nagyon komoly utaztatás által tudják, hogy ők egymásnak születtek. Mert előző életeiken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. És ez is valahol az ego irányába egy kérdés, hogy ez egy spirituális ego? A kettőjük ilyen. Mi az eredménye? Egy harmonikus házasság. Hát akkor? Ne nyúlj hozzá, úgy jó, ahogy van. Én nem nyúlom hozzá, csak magát a fogalmat kérdeztem, hogy ez egoitás, vagy nem? Biztos. Biztos, hogy nem nyúlnál hozzá? Hát akkor hagyd. Akkor ne akarját tudni róla. Azt a tudást, azt elvinnéd magaddal. Tehát ha a harmonikus kapcsolat az eredménye mindennek, amit most elmondtál, akkor az úgy jó, ahogy van. Jó? Az az ő realitásuk, az egész utaztatásos történet, az egész reinkarnációs történet, mindent, amit csinálnak belőle, azt ők csinálják gondolattal, érzelemmel, tettel, szavakkal. Ha nem kér segítséget, hagyd. Hát szokás kérdése, ugye? Hogy azt az adott szokást milyen irányba szeretnéd megváltoztatni. Ez sohasem egy ilyen monoton egyirányú, most mindenki viselkedjen, az kész. Tehát egy adott szokást milyen területen, milyen időben használsz fel. Tehát egy adott szokáson miért, mit szeretnél változtatni? Itt is csak konkrétan lehet válaszolni konkrét kérdésre. De egy biztos, a tudat tere nélkül, a tisztánlátása nélkül, ezek a szokások úgy érvényesülnek, hogy nem láttad meg őket, és nem volt meg a lehetőség, hogy irányba tartsd őket, vagy késleltesd őket, vagy mást hozz be helyettük. Itt a tudat tere, a belátásnak a lehetősége, az a változtatás előfeltétele. Tehát a tudatnak a látása, tehát az a tiszta tudati tér, amiben már előre fölismered a szokásnak a jöttét, és megláttad, az az előfeltétele annak, hogy tudjál változtatni rajta. Hogyha vezetsz egy autót, és hirtelen egy fa így előtted van, és te már bele is mentél, akkor valamit nem láttál meg. Ha pedig jól látsz, akkor látod, hogy ott van az út szélén egy rakás akácfa, és nem kéne beléjük menni. És minél előrébb látod a fát, annál inkább van időd és lehetőséged dönteni. Tehát nincs látás, nincs tér, nincs döntés. Van tér, van látás, van döntés. Visszatérve egy kicsit, mi van akkor, ha fölismertem a helyzetet, tudom, hogy mit kell tennem, de... De azt, hogyha megteszem, az számomra fájdalmas lesz. Akkor az a jó út? Tehát tudom, hogy az lenne a jó út, de számomra mégis fájdalmas. Az első fontos lépés a jó, de fájdalmas úton, hogy egy konkrét és jól érthető kérdést teszel fel. Ilyenkor a pókerjátékos azt mondja, hogy passz. Hagyja meg károsítani magamat. Azzal, hogy a mások számára helyes útra lépek. Hogy léphetsz mások számára helyes útra úgy, hogy az a magad számára nem helyes? Mert mások elvárnak tőlem valamit, hogy én azt. Akkor az se helyes. Tehát nyugi. Nem vagyunk kapcsolatfüggők. Ha meg nem, akkor ne is legyünk azok. Az elvárások és a helyes út, ez két teljesen különböző dolog. A helyes út magad és mások számára egyaránt elfogadhatóvá válik egy idő után. Hogy bennem így nem csak egy ego van, hanem egy egész sereglet. Tehát, de jó neki! Igen? Hogy ez olyankor jön ki leginkább,
amikor egy részem ezt csinálja, a másik része tudja, hogy nem azt kéne, de nem csinálja, mert mikor éppen melyik az erősebb ezek közül, a kis énkék közül. És hogy hát hogy lehetne itt rendet csinálni, hogy legalább egy-két jobb főnököt tenni a jobb helyekre, hogy... Mert ténylegesen észreveszem azt, hogy valamit jó lenne, helyes lenne megtenni, de elsumákolom, elbagatellizálom, és nem teszem meg, mondjuk meditáció helyett, mondjuk leülök a számítógépet játszani, vagy teljesen mindegy. Tehát, hogy lehetséges, hogy tényleg az ember a jobbik, ha már ego, akkor a jobbikat vegye előtérbe valahogyan. Tehát a hupikék, énkék között, ugye, hogyan lehet rendet tenni? Hát az a jó hír, hogy egyik hupikék énke sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak egy adott helyzetben, adott kapcsolatban valamelyik jobb, mint a másik. Tehát, hogyha valaki megkérdezi tőled az utcán, hogy hány óra van kezi csokolom, akkor biztos nem azt fogod mondani, hogy hát a posta hivatal jobbra van 150 méterre, hanem azt az infodarabot fogod felhasználni, hogy 9 óra 36. Tehát mind a kettő egy hupikék énke, ugye? És valamelyik belepasszol, valamelyik pedig nem. Tehát megfelelő helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Ez az ismérve az egésznek. Tehát, hogy akkor úgy kéne döntenem, hogy a jobbikat, a helyesebbet választom? Igen. Egyszerűen. Az, ami az adott helyen, adott időben megoldja a kérdést, befejezi a feladatot, az a helyes. Hát, ha ez ilyen egyszerű lenne. És nem az. Akkor nem is volna kérdés. Bonyolult tudat, bonyolult gondolkodás, nehéz döntés. Egyszerű tudat, egyszerű gondolkodás, könnyű döntés. Melyiket szeretnéd? De ez mindannyiunkban benne van, ez a kettősség, vagy többesesség, hogy... És? Most rólad van szó. Tehát, minél tisztább a tudat, annál tisztábban felismeri, hogy mi a helyzet. Minél tisztább a pillanatnak a látása, annál világosabb a kapcsolat. Minél inkább egyben vagy, annál világosabb, hogy mit kell tenni. Ez mind ugyanarra a sófra jár. És ösztönösen, intuitíve, gondolkodás nélkül, ha kell, akkor cselekszel, ha kell, beszélsz, ha kell, gondolkodsz, ha kell, érzelmeket formálsz. Anélkül, hogy ezt megcímeznéd, hogy én vagy nem én, jó vagy rossz. És ahhoz, hogy ez az intuitív, tiszta, spontán cselekvő, de nem elő- vagy utógondolkodó tudat megvalósuljon, ehhez kell rengeteget gyakorolni. Tehát ezt mind meg lehet tapasztalni, ezt mind el lehet érni, és akkor a kis hupikék, énkék, azok így boldogan így belerohangálnak a megfelelő kis dobozkákba, ahova ők valók. És nem skatuja, és nem zárom le, és nem címzem meg, hogy jók vagy rosszak. Nem zárom le, nem folytom el, mert pontosan arra lesz szükség a következő minutában, amit éppen elzártam és lefolytottam. Ez hát abban így szokott lenni. Jó? Szívesen. Nyitott katolikus ismerősömmel beszélgetve, kezdő zengyakornoként kaptam azt a kérdést, hogy ebben az iskolában Isten létezik? Van Isten? Ebben... Az a kérdés, hogy a katolikus és nyitott szellemű barátod miben hisz? Saját Istenében. Akkor az van. Tehát akkor nekem azt a választ kellett volna adnom, hogy igen, ilyen van. Nem, 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 nem. A felét hallottad meg annak, amit mondtam. Az úgy indult, hogy miben hisz a barátod. Tehát megkérdezed, hogy miben hiszel. Azt mondja, amit mond, akkor az van. A beszélgetés az emberről szól. Nem, a beszélgetés a barátodról szól. És ő kérdezett engem, hogy a zenben mi a viszonyulás ehhez a kérdéshez. De a beszélgetés nem az erről szól, a beszélgetés a barátodról szól.
bújsz alóla? Hát csak bele kéne bújni inkább. Jó. Tehát Avatamsaka Sutra, az egész világegyetemet a tudat teremti. Mit szeretett volna hallani a barátod? Mi az, amit az ő tudata teremt? A végtelen térben és végtelen időben semmit sem taszítunk el, vagy vonzunk. Ha ő megteremti a saját személyes Istenét, akkor az van. És kész, neki ez az út. Akkor a zen számára is ez lehet. Ez sem akadály. Jó? Én az egóról szeretnék kérdezni, hogy ugye a mindennapi életben tehát van a spirituális ego, és van a mindennapi, tehát a hétköznapi ego, és ugye, ahogy az ember gyakorol, tehát kialakul a spirituális ego, de közben ott van a mindennapi ego is. És hol lehet itt, hol van az a pont, ahol így harmonizálni lehet a mindennapi életben ezt a kettőt? Ezt melyik ego hallotta? A spirituális, vagy a mindennapi? Nem tudom. Ennek a tudatnak sokkal nagyobb tere lesz, és sokkal jobb, mint az egónak a legyártása a különböző alapokon. Egyéb kérdés? Te gyakorlás terébe kapcsán, tehát amilyen évek óta különböző módszerek egy gyakorlok, így mindig belefutottam abba, hogy így túlerőltetek dolgokat. Tehát én nagyon akarnoksággal állok a... Tehát ez a ide nekem most azonnal az eredményt, és akkor általában ennek valami olyan az eredmény, olyan fájdalom, testi, vagy éppen ugye ilyen düh vagy harag, amikor ugye nem sikerül az, amit nem szeretek, és ugye elhangzott az, és hát ugye ez, hogy egy szándék, egy tiszta szándékkal haladunk az úton, hogy tehát úgy is fogalmazom egy kicsit. Tehát a tiszta szándék. És hol, tehát ez is vissza hasonlít ez az elnyomás, nem elnyomáshoz kapcsolódó zavarhoz a fejemet. Tehát, hogy, tehát ez az akarat és szándék, ez közötti differencia, mert igazából ezt nem szoktam így meglátni, hogy hol van az, amikor erőltetem a történetet, és hol van az, amikor ez, tehát tisztán, tehát tiszta szándékból jön. Tehát itt valószínűleg abból fakad, hogy most is ugye van bennem egy érzelmi töltöttség, tehát egy ilyen önbizalom, tehát úgyis mondjuk egy önbizalom ilyen, tehát egy, az, hogy amit kérdezek, az egyáltalán jó-e. Ez igazából tudom is azt, hogy abból fakad, hogy amikor nem, tehát ez a megnyilvánulás. És akkor mindig, amit egy kicsit meg is fogalmazod ott a fejemben, meg is össze is zavarodik, de tehát ugyanez az érvés van a mögött is, csak nem tudom tehát mindig ilyen megkérdezem önmagamat, nem tudom megragadni a különbségeket ilyen tekintetben. Hogyha ezt ilyen jól meg tudtad fogalmazni, akkor én mit válaszoljak erre? Hát igazából, tehát nyilvánvalóan arra válok tőled választani, amit magamnak kéne meg tehát hogy ezt a, ugye van ez az érzelmi állapot, és általában mindig az érzelmi állapot menekülök. És ugye... De már nem sokáig? Tehát akár mondjuk kívülről tapasztalom ezt, ugyanúgy általában egy dühös dűk jön fel bennem, és ezt akár kívülre, vagy magam felé is ugyanezt. Erre a kulcskérdés az, hogy tényleg mi a dolgom? És ez a szándékot és az akaratot egybegyúrja, de meg is szelidíti, ha kell, megacélozza. Tehát nem neked esetleg bizonytalan érzelmi alapon kell eldönteni, hogy most milyen erővel akarj, és milyen gyöngéden gyakorold a szándékot.
hanem nézd meg, hogy az adott helyzetben, az adott kapcsolatban mi a dolgod, mit válasz. És ez az összes érzelmi reakciót, az összes bizonytalanságot szépen egybegyúrja, egységesíti a tudatot, és itt a külvilág segít, a kapcsolat segít, és nem is keveset. Úgyhogy ehhez kívánok jó utat, mert nem vagy hozzá egyedül. Köszönöm. Szívesen. Egyéb? Kint Koreában nagyon tetszett az, hogy amikor mentünk az utcán, vagy bementünk egy templomba, akkor először, talán az első nap furcsáltam azt, hogy a szerzeteseket megismerik az utcán, és így köszönnek nekik, és teljesen... Szóval, mennyire tisztelik azokat, akik ezen az úton járnak. És ott a reptéren mennyire boldog volt az az asszony, aki oda jöhetett hozzád, és megmutathatta, hogy ő buddhista. És ezt véleményed szerint Magyarországon el lehet-e terjeszteni, van ennek tere, és mennyi idő, ha van. Mondj, melyik újságnak dolgozol? Tehát amit láttál a szöuli reptéren, és az utcán, és a templomokban, az 1700 év erőfeszítése úgy, hogy a Silla dinasztiában uralkodói és nemesi támogatással 300 évig tartott, amíg a templomok nagy részét megalapozták, megépítették. Ennyit az időről. A tudatformáról most inkább ne beszéljünk. Én azt mondom, hogy mindenki tegye a dolgát belül. És akkor ez megfelelő eredményeket hoz kívül. Tehát, ha valaki általános társadalmi elismertségre vágyik, vagy arra, hogy mindenki szeresse, akkor ez tudja, hogy nem fog bekövetkezni. És Koreában is a többség az nem buddhista. A többség az oda se figyel. Ha megfelelő helyen és környéken és időben jársz, persze, akkor ilyesmi előfordulhat. De nem erre gyúrunk, ugye azt tudod? Hogyha egy természetes melléktermékek kisugárzása a gyakorlatunknak ez, akkor elmondhatjuk, hogy valami hatást elértünk, akár úgy, hogy ezt nem is akartuk tudatosan. És ez így van rendjén. Tehát ez a fajta magatartás mindig is kisebbségi lesz. Mert általában hatást akarunk gyakorolni, közvetlenül eredményt akarunk elérni, híresek, elismertek, szerettek és egyebek szeretnénk lenni. És mivel közvetlenül akarjuk ezeket, és nem valami nagyobb melléktermékeként fogadjuk el szerényen és alázattal, ezért válik az egész valami egész mássá, mint ami indult az elején. És a zen kezdő szellemhez tér vissza. A zen letisztítja ezeket a síkokat. Tehát, hogyha igazi zen gyakorló vagy, akkor nem ezekkel törődsz, hanem azzal a lélekkel törődsz, amik egy másik lélekhez kapcsolódik, amik a világgal egyé válik, amelyik letisztítja folyamatosan önmagát azért, hogy a helyzetét, a kapcsolatát és a teendőit tisztán lássa. És ennek lehet bármilyen mellékterméke. Ugyanúgy Korea, Joseon dinasztia a buddhizmust üldözték, úgyhogy több száz évet belerakott a kultúrába, több száz évet azért, hogy az embereket segítse a megvilágosodás fel, és egyszer csak azt gondolták, hogy gyerekek, ez túl radikális, túlságosan szabadságszerető. Vagy a hegyre fölmentek, és akkor nem 50 millióan laktak Koreában, sokkal kevesebben. Vagy pedig, ha városban meglátunk szerzetest koldulni vagy tanítani, helyben. Ennyire kemény volt. És nem csak, hogy túlélték, hanem hogy meg is tartották azt a tanítást a 6. pátriárka idejéből, amit a más társadalmilag nyitottabb formációk már rég feldúsítottak, eltékozoltak, mert volt rá lehetőségük. A koreaiakat felküldték a hegyre több évszázadra, és ezért maradt meg a 6. pátriárka tanítása, amikor azt mondjuk, hogy nagy kérdés, mi ez, vagy mi vagyok, az abból a történetből származik, amikor őt üldözték, mert megkapta a tant az 5. pátriárkától. És elkapták,
És mielőtt fizikailag elkapták volna, ő lerakta a kasát és a tálat a sziklára. És azt mondta, hogy ezeket a hit helyezte ide. Hogyan tudná erő elmozdítani? És akkor elbújt. És akkor jött a volt tábornok, aki szerzetessé, ugye, avattatta magát, és megpróbálta ugye, felvenni ezeket a tárgyakat, és egyszer nem sikerült. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy fiatalabb testvérem, kérlek, jöjj elő, nem bántalak. És akkor előjött Hui Neng, és megkérdezte, hogy mit kívánsz. Azt mondja, hogy én nem a kassáért és a tálért jöttem, hanem az igaz tanításért jöttem. És ekkor kérdezte vissza Hui Neng, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ezt hallva Hém Jong megvilágosodott. És megkérdezte, ezen kívül van-e más mélységű tanítás, amit kaptál az ötödik pátriárkától? És ezt mondja Hui Neng, nem, nincs, ez a teljes, amit átadott. És akkor azt mondta Hém Jong, akkor kérlek, engedd meg, hogy a tanítványod legyek. És erre a hatodik pátriárka, ha így gondolkodsz, akkor mindnyájan az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. És innen van ez a kérdés, hogy mi ez. Tehát amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Hogy azt kívánom, hogy mindannyian találjuk meg eredeti arcunkat, gyakoroljunk tovább a bodhiszattva úton, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen a figyelmet!